Így néz ki most a Pécsi Szülészeti Klinika kívül és belül. Az intézmény azonban hamarosan megújul. Erre több milliárdos támogatást nyertek. Több mint 2 milliárd forintos beruházásra meg fog újulni a klinikának a Lombik Centrum, a reprodukciós központunknak a megújulása, ahol egy kutatóközpont és a komplett laborunknak a megújulása is meg fog történni. Emellett ezen a beruházás mellett a szülőszoba, ott a nyilászáró csere, festés, műszaki felújítás, fűtéskorszerűsítés, tehát az is egy jelentős nagy beruházás és egy nagy megújulás lesz, egy új szülőszoba kialakítása kerül. A munkálatok idei alatt is az Édesanyák úti épületben látják el a betegeket, vezetik le a szüléseket, mondja az intézmény vezető, de más osztályokon is felújítanak. Császármetszés után átesett hölgyeknek, a kórtermeiknek a felújítása, klimatizálása fog megtörténni, illetve a klinika több területén a vizes blokkoknak, amelyek hát sajnos most nem a legjobb állapotban vannak, azoknak a megújítása is megtörténik. Ez egy jelen ismereteink szerint ez egy 370 napos kihívás lesz a klinika, illetve a vállalkozó számára is, mert neki meg kell oldani az alatt, hogy mi tudjunk dolgozni ugyanolyan körülmények között. A megbízott igazgató azt mondja, még most decemberben elkezdődhetnek a munkálatok. A tervek szerint még karácsony előtt megérkezik a vállalkozó és átveszi azokat az épületrészeket, ahol indulhatnak a felújítási munkálatok.